Húzzál vissza a bolygódra! Nem sikerült a csésze hajos. Amit fel akartunk avatni, hogy ebbe csináljuk a lángost, hát nem lesz táborozón. Lángos, úgyhogy maradt a gázrezsó. Maradt a rezsó, B verzió. Maradt a rezsó, B verzió, megyünk vissza a buszmegállóba, és ott fogjuk csinálni a lángost. Én meg közben repülök haza. Bum. Hát szevasztok! A mai videóban pedig a ti általatok megszavazott lángos lesz terítéken, de nem olyan egyszerű lángos, hanem ez egy lángos burger lesz, ami nekünk is új terep, sőt annyira új, hogy igazából, most megmondom őszintén a nézőknek, hogy én még lángos sem csináltam soha, pupi. Tudom, hogy nem nézett ki belőlem, de én nem csináltam soha lángos. Az első nagyon fontos dolog, hogy felfuttatjuk az élesztőt. Na most mi 1 kg liszttel számolunk, ehhez kell 10, 20, 30, ez teljesen jó lesz. Ez egy 50 g-os élesztő, hagyományos. Ezt bele kell morzsolni. Langyos, tőgymeleg tejet kell használni. Hát egy csapott evőkanál cukrot beleaplikálunk. Hát egy kicsit több lett, de nem baj, jó ez így. És az élesztőt pedig, bele morzsolom igazából. Jaj, de egyes vagy, Miki. Hát ez micsoda tudomány, ugye? De ezt beviszem egyébként, hogy ez ne itt a hidegen legyen. Kiló liszt, és akkor ezt kicsit megsózzuk, magát ezt a tésztát is, így, száraz hozzávalókat így kicsit összedolgozzuk, így, majd egy deci langyos tejet hozzáadunk, nagyon fontos a langyos szó, egy deci vizet, hát ez kicsit talán több, nem baj, igen. Elfér ez benne szerintem, ezt hozzá csorgatjuk, és akkor ezt hozzá adagoljuk. Ezt az egész cuclit. És akkor most jön a kedvenc részem, hogy jó, össze kell tunkolni. Ha eddig koszos volt a körmötök, ezután nem lesz. Ez az, de ügyes vagy, Miki, ne hagyd abba. Ó, jó lesz az. Az magyar étel a lángos? Igen. Kérdezem. Honnan tudjam? Én úgy tudom, hogy ez egy tradicionális magyar étel. Ez flambé étel. Ennek ilyennek kell lenni? Aha, gondolom. Akkor ezt most el kell rakni, és legalább egy órát megnézzük, hogyha meg kell, akkor hogy fog kinézni. Remélem jobban, mint most. Nagyon remélem, Bubi. Remélem, hogy ennél jobban fog kinézni. Mert szerintem teljesen jól néz ki. Akkor első lépésben, mivel ez egy lángos burger lett, most itt a B-verzió jött össze, hogy láttátok, hogy nem igazán sikerült ez a tűzgyújtás. Figyelj, ez van. Fölvállaljuk ezt is, ha nem sikerül valami, ugye, Bubi? Igen. Most ha jön a B-verzió, hogy itt fogjuk megcsinálni, és nem a csészajba, hanem egy ilyen kisebb háztartási. Igen, ezért vettem, ugye? Hoppá! Én rakok bele ilyet is. Fokadj már, gyere, kis fokadj már. Légy az enyém! Lehetne tovább is sütni egyébként, de én szerintem az igazság rohadt éhes vagyok, és ugye? Te is tudod, Pupi, és akkor kapkodok. Mm-hmm. Akkor nyersen megennék mindent. Tudom. Olyan a Pupi vázliát is megenném így most mindjárt. Ez egyébként marha. Ez marha hús. Én most direkt hagyom egy kicsit, hogy megmaradjon a textúrája, ez a darálón, hogy kijön ez a... Reméljük, hogy nem esik szét. Ha szétesik, akkor darált húsos lángos lesz, Pupi, ennyi. Az a jó, hogy ezt nem lehet elrontani, ugye? Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez így egybe marad. Pupi azt mondja, hogy szerinte igen. Nekem ideig mindig sikerült. Hát jó, de nem fél kilós izé volt, nem? Egy darab hús, jó néz ki amúgy. Hát még szép. Na akkor most imádkozzunk, hogy tényleg maradjon egybe is, egybe.
Az idegenek köztünk várnak. Milyen? Miből lehet ez a hús? Most egy kis bors. És egy kis só. Igazából elsőre elég megfélek, mikor néz ki. Készít. Ennyi. De jól néz ki. Jó, frissen, őrölt, tarka bors. Én a marhahúsnál nagyon szeretem a borsot egyébként. Uh-huh. Ezt nagyon szoktam borsozni általában. Nem minden érjük, de tudod rá jobban. Egy husi megvan. De nem várd azt, aki szét. Hagyd a csinálnak rá. Kupi, miről beszélsz? Milyen szétszakít? Te téged szakítanak innen. Ez csak ilyen kis mini. Kis mini parik. Jó éles a késünk megint. Kezdem megszokni, mindig életesen dolgozol. Ebből csak itt föl. Abból a pokhagyma sült. Én meg azt hittem, hogy sokat fogok fel, és már a varióra emlék. Varióra aprítok, igen. Nem, hanem hogy mivel sült, és így átsiklik rajta a kés. Nagyon, nagyon jó. Nem kell egyébként annyira túl gondolni ezt az olajat se, szóval, hogy... Ügyesen, ne törd el, ne törd a húsodat. Ez a tiéd lesz akkor. Leszeled a sajtot neked? Ez nagyon jó megy. Leszelhetem. Ne, inkább ne halad, én éhes vagyok. Látod, Pupi, így kell szakszerűen sajtot leszelni. De ez nem szabadul. Picikét rakunk rá sajtot. Sajti majti. Fejlő sajt. Fejlőtt. Meg kell hagyni, hogy fejlőtt végre, Muki. Igen. Saját lángos burger lesz. Ugye tényleg úgy indult a videó, hogy ilyen giga, abban nagy izébe, csészahajban, vagy kisütünk valami izét. Giga lángos, de hát mindegy. Hát ugye az élet. Élet néha beleszól a dolgokba, Pupi. Figyelj, ennél nagyobb bajunk ne legyen. Szerintem el fog jönni a gigalángosnak is a napja. Kicsit be kellett volna olajozni a kezemet, na mindegy. Ott az olaj, mász bele. Mi? Ott az olaj, belemáltak. Ja, milyen? De örülné mi? Olyan élvezetten nézned végig, hogy leírj őket. Figyelj, szerintem más is megnézni azt, hidd el. Hát lenne nézettség az, amúgy lehet, az igaz. Megpróbáljuk ilyen vékonyabbra kinyújtani. Én nekem most előnyben vagyok, mert látom a lámpa felé mennyire világít át rajta a reflektor. Aha, ezzel már látom a Pupit így lassan. Hello! Azért most gondolj bele, hogy abban nagyban mekkorát lehetett volna sütni. Igen. Ez fáj a lelkemnek nekem is. Hát mindegy, az majd a legközelebb. Majd nyáron jön a tavasz, meg jön a ízé, tudod, a szezonja amúgy is, akkor majd nyomjuk. Szerint. Azért vessünk ide is egy pillantást, gyerekek. Szerintem az első rossz látvány, nem? Azért nem rossz, mondjuk ki őszintén. Igen. Most lehet a tetején egy kis Black Royale-t, egy fekete vagy szét vagy. És nem jobb rá Black Royale-t? Ó, ez már jó is. Na, így elsőnek, tök jó. Szerintem... Figyelj, azért láttam már szebbet is, megmondom a frankót. De ez az enyém, na, ezt most én csináltam. Na milyen? Figyelj, annyi gondolkozok rajta, hogy biztos, hogy akarom. Kicsit tegyünk rá egy kis Black. Picikét rácsorgatunk egy kis Black Royale, a kedvenc szószom egyébként. Én ebből rengeteget fogyasztok most egyébként az utóbbi időben. Pupi. Jó lesz. Az a baj, hogy hideg van, és egy picikét így a tészta is megmerem. Nem tudom, hogy mondjam, hogy nem lesz ez a nehezebben dolgozható, tudod. Hogy mondják németül a megfogyott medvét? Megdermedve. Csak szóval dermedve. Dermedve. Olyan hideg van, hogy még a jéges medve is szivatóval indult reggel, Pupi. Hát az öcsetet. Na, én közben én kinevezem, hogy ez az én burgerem, úgyhogy én összerakom, Pupi, hogyha neked nem baj. Ha megengeded, én úgy terveztem ezt el, hogy alapból egy kis ketchup. Igen. Alapból egy pici ketchup. Mivel ez most egy burger, ez nem a strandlángos.
pici ketchup. Akkor én most egy picike ilyen fokhagymával így megszórom. Ez a jó kis rozmaringos fokhagymával. És akkor melyik az én burgerem? Melyik az én húsom? Amelyiket akarod, én azt mondom, választ azt. Ezt a jó nagyot, ezt a jó nagyot ír. Oh, oda nézzetek. Pupi. Nincs vége itt a dolgoknak. Így. Most megy rá egy szeretelt paradicsom. Ne nevessék ki, Pupi, de én egy kis ízét is rátulok magamnak. De csak itt tényleg azért, hogy legyen rajta valami kis roppanós, kis friss, picike kis jalapeño darabokat. Akkor még ide egy picike sajtot. Ezt már rá fog olvasztani a tetej, amikor jön rá. Így, és akkor ezt nézd meg, Pupi. Ezt nézd meg. Ez már az. Én ezt írom lángosnak. Pupinak külön kérése volt, hogy én majd az övét kenjem meg ezzel a... Egyébként nem hülyeség, Pupi, ez nagyon jó ötlet. Ezek ezen hülyeskenek. Ebből a rozmaringos, sült fokhagymás cuccból. Áj, de jó illata van, áj, de jó. Hú, megőrülök, Pupi. Hú, másfél kiló, gyerekek. Másfél kilós gyönyörűség. Megkenjük még frissébb a rozmaringos olajjal. Sült fokhagymás rozmaringos. Enyhén csípős olaj. Így. Akkor megy rá kis sajt, ugye kötő, kötőanyagként. Azért ez, Pupi, ez emberes lesz azért. Ja. Azért nem gondoltam volna, hogy ilyen durvára sikerül. Megy rá neked egy kis paradicsom. Csak minimálisan, óvatosan mondod. Az mit jelent? Csak ilyen izé, elfekvőben? Ja, még egyet, aztán elég is. Így. Jó van, úgy elég. A hús. Megházasítjuk a lángossal. Szépen, gondosan ráhelyezzük a békön. Most akkor te több békön kaptál, már kisebb a húsit. Megindult a nyártermelésem. Még mehet. Megmutatom, hogy néz ki kb. Egy ilyen dolog. Fogásra, Miki gyorsabban. Bakker. Dum. Ketchupot azért picikét hagyjuk elő, mert szerintem ez meg a Black Royale-t is. Pupi! Hát jó itt vagyok, én nem vágok. Én jó itt kívánok neked. Én is. Figyelj, szerintem én vágok ebből inkább a szeretet. Én mint a tortát így fölvágom ilyen cikkekre. Kicsit amúgy sülhetett volna, még látom a lángoson, na mindegy. Megesszük. Szerintem ez a csinos fokó, hogy már az nagyon jó volt, olaj jött. Ez a fokhagyma, én ezt árulnám amúgy a strandon. Ilyen lángost, ami ezzel a... Ezzel van megkenve, gyerekek. Én nem azért, mert hú, de reklám meg ilyenek, hanem ez nagyon komoly. Ez a rozmaringos, sült fokhagymás olaj. Ez az én öpetem volt. Enyhén pikáns. Azt képesem, életem első lángos, azt mondta, nem lett rossz. Picit tömör.
mert felénél járok. Én azt mondom, hogy ennek a felét még gond nélkül megeszem. Utána jön majd a nehéz rész, amikor már küzdeni kell minden falattal. Te hogy állsz? Hogy érzed? Nem tudom. Nem vagy egy bőbeszédű, Bubi? Nem, most. El is felezem. Vagy ezek? Én ezt meg is felezem. És akkor... Hát így szerintem úgy esztétikusabban tudom falni. Hadd szóljon. Jó ötletet. Köszönöm. Ízét meg mindig nem mondtam meg. Hihetetlen finom. Ennyi van. Az igen. Az igen. Jól laktam. Belőle. Mit? 20 hírszat? Én nem vicceltem, hoztam tényleg ez egy desszertet. Ügyetlen. Az jó. Nagyon finom pizza. Mivel most tél van, ezért nincs túró, Rudi. Az a nyári sláger. Most tél van, hogy ilyen magyaró cuccot eszünk. Egészség. Én addig megnézem, Pupi. Megeszed? A hús, igen. Hát akkor én 15-16 perc volt nekem körülbelül ez az egész mutatvány. Másfél kiló körül volt darabja a bucinak. Na, én amúgy most adtam fel, tényleg. Na, feladtad? Fel. Hús kijette belőle. Figyelj, azért nézzétek meg, azért termelt befelé Pupi is. Igen. Azt nem lehet mondani, hogy szégyenben nem maradt azért. Na, nem maradt. Jó, de a húsos része az még úgy azért adta nekem nagyon. Az nagyon bejött. Én viszont örülök, hogy revansot vettem tőled a csípős izéből. Na jó, az még egy csípős. A csilis bab. A csilis babból revans volt, bosszú, vendetta. Megyek és alszok, kész, ennyi. Itt már, ha ezt megesztek egy ilyen adagot, ott már nem tervezzetek hosszú távra. Jaj, dehogy is, hát én megyek élőadásba este. Megyek live-ra Twitch-en. Nekem is már érzem, hogy így a midi-klórián szinten így kezd izélni. Milyen klórián? Midi-klórián. Neked is van. Nem tudod mi az? Nem. Mi az a midi-klórián? Hát mindenki szervezetében van ez a midi-klórián, ami igazából azt dönti el, hogy mennyire tudja lebontani a szervezeted az erőset, az erőt. A máj, nem? A máj bontja le. Igen, a májban van a midi-klórián. Nem is hallottál róla? Nem. Az egy ilyen enzim. Sósav? Az bontja le. Milyen sósav? Nagyon sósav. Mondja, a midi-klórián az tárvásban. Ja? Az, ha van akinek magas a midi-klórián szintje, akkor Jedi lehet belőle. Szóval akkor én egy Jedi leszek! Annyit szeretnék még elmondani, Pupi, igen? Hogy lent a leírásban legörgetitek, ott megtaláltok mindenféle egyéb helyet, ahol tudtok nézelődni, Instagram, Twitch, és ezeknek a cipőset. Szószoknak egyébként az elérhetőség, a rendelési elérhetőség, az is lent van a leírásban,
Úgyhogy köszönöm. Minden ott van. Minden, ami házias íz, házi ízek, az ott van el. Szevasztok!